Megint egy új hajnalra ébredtünk. Az elmúlt napokban sorozatos gyilkosságoknak voltunk tanúi. A rendőre 7 nappal átéve kutat a tettes után. De sok munka eddig hiába, mert a gyilkos mindig kicsúszik a keze közül. Nehéz kiismerni a gyilkost, mert váratlanul bukkan fel, és a város legkülönbözőbb polgárait veszi célba. Tetteinek egyetlen állandója, hogy éjszaka csap le áldozataira. Az elmúlt 2 napban 2 helyszínen történt a nyomozás. Az első áldozaton már nem lehetett segíteni, mire megtalálták. Aztán történt az az eset a folyosón. Kórház alagsorában az öltöző felé menet az orvos rábukkant az eszméletlen sebesültre. Még időben ellátta. Mire a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, a sebesült már úton volt a kórházba. A tetthelyen már csak a felfordulás maradt, és a rendőrök semmi lényeges nyomot nem találtak. A felszínes nyomokból arra következtettek, hogy 2 tettes hajtotta végre a bűncselekményt. Az ezt követő napokban 2 gyanúsítottat be is idézett a bíróság. Az esküdszék mindkét szemét halálra ítélte. Vajon jól tették? Találtam valamit. Jelentésemet azonnal elküldtem a nyomozást vezető rendőrfőnöknek. Vizsgáltam az újra nyomatokat, összevetettem a korábbi tetthelyek nyomaival, és az egyik elítélt mintáival nem találtam egyezést. Másnapra egy újabb felkavaró bűntény látott napvilágot. Újdonsággal szolgált, mert a tettes a helyszínen hagyta a gyilkos fegyvert. Ez a tény és más kapcsolódó nyomok egyértelművé tették, hogy ez a merénylet hanyagul lett kivitelezve. A gyilkos valószínűleg dühös volt tettes társa elvesztése miatt, és kapkodott, mivel egyedül végezte a munkát. Azonban az áldozat kevésbé volt ártatlan, mint hittük. A régóta körözött csonkolót érte utol a halál. A gyilkos fegyver is tartogatott meglepetést, hiszen a szike, ami az áldozat halálát okozta, kiderült, hogy a hősies orvos tulajdona. A bőrön tartalma a csonkoló szerszámai mellett egy levágott kéz maradványait is tartalmazta. A szikét látva, másnap rögtön elítélték az orvost. Felkértek, hogy vizsgáljam felül a bizonyítékokat, mert a rendőr gyanúsnak tartja a történteket. Úgy érzi, hogy egy gyilkos közel lehet hozzá. Valamit nem értettem. A jelentésemet gyorsan befejeztem és elküldtem neki.
vizsgálataim során arra jutottam, hogy nem az orvos ujjanyomatai vannak a gyilkos fegyveren. De az éjszaka még tartogathat rejtélyeket. How I love to hear the choir in the chapel in the moonlight, as they sing, oh, promise me,